tartjuk ezt a fajta játékot, de itt nincs már a zsebben szöveg, hanem a monitoron látható karakterek szerint kell majd folytatni magát a dialógus, tehát lesz ilyen, hogy bizonytalanul, meghatottan, erotikusan, nyugtalanul, kimerülten, és a többi, és a többi. Az első szituáció, piros lámpánál két autó egymásnak koccan. Te vagy a piros, igen, legyen egy a győző, és amikor megjelenik a felület, akkor én csöngetek. Nekem koccansz? Jó. Jó. Kék vagyok, kék vagyok. Piros, piros. Pirosnál. Jó. Pirosnál állunk? Te piros, piros, piros. Piros. Én vagyok a piros színű. Hát igen, a te színű. És ugyanakkor piros van állunk. Piros, ülsz, piros a táblát, piros vagy, kék vagy. Összeköztől kipattansz. Na. Elnézést kérem. Ne tisztelettel megkérem arra, hogy semmiképpen ne haragudjon ezért, amit nem kell. Miért jött nekem? Úgy érzem. Végezni akarsz velem? Amit a feleségem küldte? A feleségem küldte? Őszintén. Ünnepélyesen megkérni végezni arra. Végezni akarsz velem? Hogy én ezt nem tudom már csinálni. Hát mi az, hogy én... Ne akarja meg sajnáltatni magát, nagyon szépen kérdem. Nem figyeltem oda, egy kicsit elálmosodtam az ülést. Köszönjük, a Golándán is véletlenülnek ki, mert nem hiszem. Napi nap 8 óra, 3 műszakban dolgozom. Ne arra mondjuk, ki nem szarja le. Hát nézzem már meg, hogy mit csináljon. Akkor az ember... Ne üljön autóba az ember, ha ilyen szarja. Nem kell autóba ülni, ha nem tudunk vezetni, drága barátocská. De most is egy pillanat, el is tudok aludni ott a vállán, abba a... Úristen, ki maga? Jézus Mária. Ki maga, és miért állok egy összetört autó mellett? Hát, ezt nem csodálom, hogy neked. Jó, ezt eddig hogy jutott el? Komolyan mondom, azt kell megkérdezzem. Eddig hogy jutott el? Eddig hogy jutott el idáig? Megmondanám maga, szerencsétlen. Megmondanám maga, szerencsétlen. Elfelejt, mint nem megőrül. Komolyan mondom. Hát akkor én visszaülnék az autóban. Egyszer nem értem. Eddig én nem ülök vissza az autóban, addig ugye nem lehet elmenni. De az autó nem megy csak ugye magától. Ide figyelj, nem. Hát kell egy csopkot. Egy hete. Mi a meddig kezd? Folyamatosan beszélsz. Mi? Nem jutok szóhoz, nem jutok szóhoz. Nem jutok szóhoz, öreg, és ez engem bánt, hát, tudod? Ne bácsol! Hadd mondjak valamit, vagy hadd ne mondjak! Ne bácsol, öreg! Erotikus santikelős! Ti kell erotikus, persze! Halló! Halló! Bánt engem! Jó, nem! Maga! Bánt! Ki kezd velem? Egy férfi emberrel, hát úristen, nézd meg! Nem is az, aki kezdek, hat rám, tudja? Ez az egész koccanás, ez az őrült durranás itt, ami történt. Kell nekünk ez egyáltalán bármi is vitatkoznunk? Nem! Hát hiszen bocsásson meg! Jöjjön nekem újra, megtenné! Jöjjön nekem! Nem is szeretném! Jöjjön nekem! Top trükk elnevezési játékunk következik, hát ez tulajdonképpen egy a Mozgásszínház peremvidékére kalauzolja el a kedves résztvevőket. Arról van szó, hogy mind a négyen játszhattok, ketten elkezdnek egy jelenetet. Ha valakinek egy jellemző mozdulatáról eszedbe jut egy gondolat, aminek a segítségével másfelé tudod terelni ezt a szituációt, akkor azt mondod, hogy stop, beállsz abba a jellemző mozdulatba, és onnan mentek tovább, ha bírtok. Két favágó fűrésze, egy hatalmas faröntő. Hát ez kezdő szituációnak egyenesen állás. Stop trükk. A rönk így van? Csak úgy... Álljon keresztbe. Stop! Győző, menj ki, légy szíves. Enyém az ágy, nem ültem, vidd akkor a... Nem fogok ilyen ostobaságon veszekedni! Ugorjon, bátor! Tartsunk! Ugorjon, bátor! Nyugodtan ugorjon! Miért nem figyelsz oda? Mondd már meg, hogy milyen irányba vigyük ezt a szekrét! Hát itt állunk egy órája! Mert ezt tudom én se! Stop, Győző! Öreg,
Öreg, figyelj ide! Lenyúlsz, és megemeled! Lenyúlsz, és megemeled! A kezembe. De ez már nem a szekrény, hanem edződ vagyok, nem érted? Jó, jó! Bocs, bocs, Góri, bocs, bocs! Lenyúlsz, fölvett! Itt van rajtam a tesztosteron, bocs, 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 igen, igen! Kezed itt van, igen? Kicsit meg, mutkos meg! Az nem az én kezem! Nem a te kezem, én kezem, csak benne van a por! Stop! Tabi! Csak egy kort vizet, nem mondtam. Nem. De... Nem, előbb kellett volna. Na jó, jöjjön, aminek jönnie kell. Tiéd leszek ma éjszaka! Összetett feladat következik, úgyhogy most először elmondom, és szerintem nézzél is meg ebből egyet, ugyanis ez a narrációs játékunk. Itt az történik, hogy nem csak, hogy el kell játszani a szituációt, hanem közben narrálni kell a másik felet is, aki ezeket a narrációkat, instrukciókat, hát szolgai módon általában végrehajtja. Jó, megnézzünk ebből egy helyzetgyakorlatot. Mereven álló medvekucsmás londoni palota őr orra előtt idétlenkedik egy turista, hát ha sikerül megzavarni a nyugalmát. Bár nem látszik, de az őrnek kezd elfogyni a türelme. Gyere, gyere kicsit. Gyere. Na, ez az, amit mondtam neked, mindig is erre vártam. Trafalgar Square, meg a... Érdekes, eddig azt hallottam, megmondom őszintén, azt hallottam, hogy ezek olyan rendíthetetlenül állnak, mint az ólom katona, de ez nem úgy néz ki. Én is ezt hallottam. Nem? Oda mentünk az őrhöz, és a feleségem nem bírt magával, és ráfúj, de csak egész picit, hogy az orr-pihécskék kicsit megcsiklanulna. A fickó meg se rezzent. De nagyon rossz napom van ma. Úgy érzem, ma először, bár medvekucsma van rajtam, valakit iszonyatosan be fogok borítani. Volt egy olyan érzésünk, hogy olyan mereven áll, látszólag kizökkenthetetlen, de ez egyikünket ma beborítja, az biztos. Gondoltam, legyen az asszony. Ezért arra kértem, húzogassa meg egy kicsit a fülét. Jaj, nagyanyám csinálta ezt mindig velem. Mintha mondanom magában valamit. Jobb, ezt szerintem ne csináljuk velem, ez beborít. Mondtam magam, és elindultunk. Elindultunk a Trafalgar Square felé. Amikor egyszer csak a pasas utánunk indult. Hé, Ez hasonlít valakire. Mintha felismert volna. Évekig dolgoztam a Buckingham Palota őrzésén. Ez egy arab terrorista. Ja nem! Ő csinálta a hajnövesztő reklámot! Megvagy! Megvagy! Mondta, eldobta a fegyverét, és mivel én segítettem rajta, hozzám futott és megköszönte. Köszönöm! Hatott! Kaubolyok éjszaka a tűz mellett. Kettő. Legjobb kaubolyok. Kauboly babám. Hát ez nem igaz. Van egy külön kaubolyok. Lenyúlja rögtön a tehenészlány. Ember egy picit elalszik és az... Azért kicsit szeret engem is. Tehát... Kaubolyok, meg egy magányos hős. A tűz mellett 3. Egyedül vagyok. Hú! Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van?
Sehol, sehol, sehol. Sehol.